A nemzet gyurikája, azaz Kárpáti György azóta is korrekorderként 17 évesen Helsinkiben nyert először olimpiát a magyar vízilabda válogatottal, amit Melbourne és Tokió aranyai követtek. A nemzet sportolója 34 évesen vonult vissza, de jelen van a pólóban. A hazai rendezésű világbajnokság és a Masters VB is ünnep volt a számára. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Kárpáti György szívből örült a budapesti vízes világbajnokságnak, kint volt több versenynapon is, és szurkolt a magyar sportolóknak. Erről a Magyar Olimpiai Bizottság székházában mesélt nekünk. A úszoda volt egy csoda. Szóval az tényleg olyan volt, hogy ne sajnáljunk magunktól, hogy van egy ilyen úszodánk. Gyuri bácsi természetesen nagyon drukkolt az úszóinknak is. Akiket nagyon szeretem, a Cselacit, aranyos. Az édesapjával együtt úsztam, és egy tenyérrel sajnos lemaradt az aranyról, de az ezüst, amit ő csinált ebben a korban, bomba. A Kossuth Katinkától nagyon drukkoltam neki, az természetes, az ennyit tud, sőt kicsit többet. A férfi vízilabda válogatottnak is a helyszínen szurkolt. Sajnálta, hogy nem lett meg az aranyérem, és természetesen buzdította Bíró Attila tanítványait is. A lányok edzője, az Attila, az én nagyon jó barátom, akivel a Fradiban nálam játszott. Úgyhogy, és kiváló edző. Csinált egy hibát. Ezen a meccsen, ahol kikaptak, egy kanadai lány 6 gólból 5-öt lőtt. És ezt engedték lőni 5-ször. Én az Attilához lejuhantam volna a tribünnél, és mondtam, Attila, hát már tegyél rá valakit, aki a fülit letépi, vagy valami. A Masters VB vízilabda tornájának magyar csapatai közül természetesen a kedvence a Millennium volt. A Master vízilabdánál, ahol a szívem csücskei, a többi háromszoros aranyérmes kemény legénység játszott, ott ha lett volna egy kicsit jobb ellenfelek, ahol csak 4-5-tel nyerünk, ez ennyiben jobb ez a csapat, mint ezek. Kárpáti György számára a vízes VB-nek volt egy fontos személyes hozadéka is, amely korábbi csapattársához és barátjához, Zádor Ervinhez kötődik. Zádor Ervin volt az, aki az 1956-os Melbourne-i vérengzésként emlegetett magyar-szovjet vízilabda mérkőzés után világhírűvé vált ezzel a fotóval, amely azután készült, hogy az orosz Valentin Prokopov könyökkel fejbeverte. Ez a fotó bejárta a világot, a kommunista diktatúrával szembeni ellenállás jelképévé vált. A 4-0-ás magyar győzelemmel végződött összecsapáson Zádor Ervin 2 gólt szerzett. Nagyon nagy csapat volt a miénk 56-ban. Kötelezően azt az orosz megvertük 4-0-ra, aki a legnagyobb ellenfél volt. És a legjobb emberünk az Zádor Ervin volt. Tehát a verekedős meccs volt, mint minden bizony, de nem véletlen, hogy a Zádor kapta az ütést, mert most megmondom, amit aztán nem sokan tudnak, hogy ebben a csapatban, Markovics, Gyarmati, Kárpáti, Bolvár, stb. A Zádor Ervin 21 évesen, én is annyi voltam, ő volt a legjobb játékosunk, lefoghatatlan, 100 kilós tank. A Melbourne-i olimpia után Zádor Ervin az Egyesült Államokban telepedett le, ott alapított családot. Gyermekei versenyzőként részt vettek a budapesti Masters VB-n, és édesapjuk kérését teljesítve hazahozták hamvait Magyarországra, és szűk családi baráti körben a Dunába szórták. Elmentem a természetes, nekem talán a legjobb barátom volt. A Duna Aréna előtt egy stégen találkozunk, ott a család, a fia, aki fantasztikus úszó lett, 54-70 százon. Indult a Masteron. A lánya és a két unokája. Ott álltunk a stégen, én szerintem a 56-os csapat legjobb magyar játékosa, Hanvainál. Kárpáti Györgynek ez rendkívül fontos volt, hogy ott lehetett ezeknél a pillanatoknál. Összességében az egész hazai világbajnokság egy hatalmas élmény volt számára. Ámulva figyelte a közönséget, és szerinte aranyérmet érdemeltek a magyar szurkolók. Az pedig szerinte különösen értékes, hogy a gyerekek egy ilyen csodás hazai eseményen láthatták játszani a vízilabda válogatottainkat és a Masters VB-n a kemény legényeket. Ennek azt hiszem a fő nyertese a magyar vízilabda, a közönség. És a gyerekek, akik kifestették magukat, piros-fehér, zöldre, imádnivalók voltak. Megy a mérkőzés, és kiabálnak a
5-6 évesek, hogy anyu, apu, vízipolós akarok lenni. A vízilabda, amit imádtak, az most még jobban erősödött. Szóval ez a sport, ez megnyerte a magyar sportelhető közösséget és a fiatalságot.